Nézz egy angyal szemével. Mit szólnál, ha azt mondanám, elgondolni magunkat valami határozottan többnek annál, mint amik e pillanatban ténylegesen vagyunk? Ez a lehetőség mindennek a kulcsa. Mármint feltételezni, hogy valami úgy is meg lehet, hogy e pillanatban még elképzelni se tudom, de valahol mégis hely van a számára. Ha máshol nem, a képzeletemben. És ha ott van hely, akkor bizonyosan kell lennie másutt is. Ez a gondolat számomra a legnagyobb remény forrása, a fejlődés nyitja. Út, ami az örökkévaló trónusáig is elvezethet. Ha ettől megrémülsz, ami szent az rémületet ébreszt, azt mondom, te majd más Vagy nem. Ahogy akarod. Hogy képesek vagyunk valami nálunk többet elképzelni, Feltételezni, helyet adni neki magunkban, így módon szüntelen tágasabbá tenni a lelkünket, az eszünket, a képzeletünket, ez a lehetőség, én azt hiszem, hatalmas ígéret. Valóban el tudok képzelni olyat, ami meghalad engem. Akkor annak léteznie kell bennem. Ám akkor nem csak az a valami, vagy valaki létezik, hanem létezek én magam is, mint olyas valaki, aki képes meghaladni önmagát, aki képes nőni, ha máshol nem, egyelőre önnön képzeletében. Gondolod az olyan kevés? Ne felejtsd el, most olyas valakit képzelek, akinek a leglényegesebb tulajdonsága, hogy meghalad engem. Te is ilyen vagy, olvasom. Én képzel, gyermekem. Többnek kell lenned nálam, az én folytatásomnak, a gyermekemnek kell lenned. Ezt így mondja a Bibliában a mondhatatlan, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Egyelőre csak képzeletben vagy, de ha megírom ezt a könyvet és leteszem eléd, megleszel igazán. Annyira, hogy önmagad számára is létezel, miközben a könyvön keresztül velem is viszonyban állsz amint veled én. Valójában már is te nézel rám oda bentről. Egy angyal szemével, egy nagyobb szemével, különben honnan is tudnám, hogy miről kell szólni a hozzád írt könyvnek. Miben lehet reményünk? Abban, hogy a rossz mellett ott áll a jó is. Azért van jó, mert rossz is van. Mindkettő a szabad ítélet, a szabad akaratunkból származó döntés következtében jön jöne világra. Másfelől, amiként fenn van, úgy lenni is van. Megnyugtató, nem? Vagy talán nem is olyan megnyugtató, de így igaz. Ha van balra, akkor van jobbra is. Ha van kicsi, létezik a nagy is. A jóság épp úgy, mint a rosszaság az emberi világban mindenütt jelen van, ám bár kiszámíthatatlan időközönként, de mindenkiben van jóság. Igaz nem úgy, mint amire a másiknak eleve számítania lehet, hanem úgy, mint amiben szabad reménykedni. Esetleg igen, esetleg nem. Az ember rosszaságára bízvást számíthatunk minden helyzetben, magad felül és más irányából egyaránt. Viszont ha bajba kerülve a másik jóságára is okvetlenül számítasz, alig ha nem csalódni fogsz, meg is érdemled. Minden egyébtől függetlenül mond, de mindig, minden körülmények között jó vagy, biztosan lehet rád számítani mindenkinek, de reménykedni szabad a másik jóságában.